Tisztelt vendégeink! Műsorunk kezdetén kérem, énekeljük el közösen a himnuszt Berényi Andrea felvezetésével. Zongorán kíséri Babos Judit. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket Hévízváros napján, településünk várossá avatásának évfordulóján. Külön köszöntöm Nagy Bálint urat, közlekedésért felelős államtitkárt, a térség kormánypárti országgyűlési képviselőjét. Köszöntöm Pap Gábor urat, Hévízváros polgármesterét. Továbbá a képviselőtestület tagjait, a város és a megye cégeinek, intézményeinek, hatóságainak vezetőit, képviselőit és valamennyi kedves vendégünket. Felkérem Pap Gábor polgármester urat, mondja el ünnepi köszöntőjét. Tisztelt hévíziek, tisztelt vendégeink! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket Hévíz várossá válásának 31. évfordulóján. Tisztelettel köszöntöm Nagy Bálint államtitkár urat, térségünk kormánypárti országgyűlési képviselőjét, és egyúttal köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és velünk ünnepel ma. Külön tisztelettel köszöntöm egyházaink, járási, megyei és városi intézményeink vezetőit, képviselőinket, díszpolgárainkat, a sajtó munkatársait, mindazokat, akiket a mai napon városunk elismerése jelül kitüntetünk. Tisztelt vendégeink! Jelen önkormányzati ciklusban kevés felhőtlenül ünneplős városnap adatot meg nekünk. Járvány, lezárások, a szomszédban dúló háború, minket is érintő negatív gazdasági hatásai erősen rányomták bélyegüket ünnepeinkre és mindennapjainkra egyaránt. Költségvetésünket, ezáltal mozgásterünket komolyan korlátozzák sajnos ma is a Covid, az energiaválság és a brüsszeli szankciók következményei. Nagyon határozott és megfontolt döntéseket kellett és kell nap mint nap meghoznunk ahhoz, hogy városunkat ne csak életbe tartsuk, de fejlesszük, és a hazai élet gazdasági és turisztikai szempontból is meghatározó településeként tartsuk meg. Mindenki tudja, saját életén keresztül is tapasztalja, hogy a körülöttünk történő változások miatt erősen irányt kellett váltanunk. Az életünket, kiadásainkat, lehetőségeinket illetően.
A 2020, 21 és 22-es évek az egyéneket, családokat és közösségeket is nehéz helyzetbe hozták. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb családban az elmúlt években tanácskozni kellett arról, hogyan tudják egyensúlyban tartani a családi kasszát, hogyan tudják túlélni a válságos éveket. Minden családtagnak végig kellett gondolnia, melyek azok az egyéni dolgai, szokásai, kiadásai, amikről a család egészének érdekében le tud, le kell mondani. És ha minden egyes családtag le tudott mondani valamiről, a családi kassa a szerényebben is, de egyensúlyban marad. Ez történt velünk városi szinten is. A vendégek elmaradásával, az adóelvonások, bevételkietések miatt Hévíz költségvetése súlyos helyzetbe került. Nekünk is össze kellett hívnunk az úgynevezett családunkat, intézményeink vezetőit azzal, hogy mindenki gondolja át, miről tudna lemondani, hol tudna spórolni a saját területén a város egészének egyensúlyban maradása érdekében. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a legtöbben átlátták és megértették a helyzetet, a kérést, és tényleg azon dolgoztak és dolgoznak, hogy ez a város ne sérüljön. Legtöbben, de nem mindenki. Sokan fenyegetőztek csőddel, rémképeket festettek Hévíz jövőjéről, költségvetési összeomlást vizionáltak, tették ezt többen felelős pozícióból is. Miközben tudniuk kellett, hogy ez a rémizgetés, csúsztatás, valótlanság. Tisztelt jelenlévők! Az ilyen vádak nem csak súlyosak, de felelőtlenek is, és komoly anyagi és erkölcsi károkat tudnak okozni. Városvezetőként az oly sok valós probléma mellett még ezekkel is küzdeni, plusz energiákat emésztő feladat. Akkor, amikor minden erőt a megmaradásra, szinten tartásra kell fordítani, nem megengedhető ez a hozzáállás. Gondoljuk csak bele, micsoda károkat okozhat egy ilyen belülről induló riogatás? Csődbe megy Hévíz. Akkor itt nem érdemes vállalkozást indítani? Itt nem érdemes ingatlant venni? Itt nem érdemes munkát keresni? Ide nem érdemes turistaként jönni? Egy rémhír, egy alaptalan állítás, súlyos következményei lehetnek ezek. Hálás vagyok munkatársaimnak, intézményeinknek, a városunkban bízó, kitartó hévízieknek, hogy ezeket a rágalmakat ki tudtuk védeni együtt. Nincs csőd. Nem is volt, és nem is lesz. Költségvetésünk stabil és jól megtervezett. Turisztika mutatóink ígéretesek az idei évre is. Igaz, továbbra is fegyelmezetten kell dolgoznunk és gazdálkodnunk, hogy ez így is maradjon. Sokszor sokaknak kell még nemet mondanunk bizonyos kérésekre. Sok mindenből vissza kell még vennünk, nem tudjuk még a 2020 előtti szintet produkálni. Most minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy beruházásainkat befejezzük. Elhúzódtak? Igen. Jelentősen? Igen. Drasztikus áremelések, béremelések, váratlanul jött technikai problémák együttesen vezettek idáig. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a végére érjünk annak, amit elkezdtünk. Sok segítséget kaptunk Magyarország kormányától, a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, amit ezúttal is köszönünk. Nem Hévíz az egyetlen település ma hazánkban, mely ebben a helyzetben van. Sokan mások is támogatásért, határidő módosításért, türelmi időért fordulnak a különböző szervekhez, döntéshozókhoz. Tudjuk, a kormány igyekszik mindenhol ott lenni, de az erők, a tartalékok végesek. Ebben a kegyetlenül nehéz gazdasági helyzetben a családoknak, a nehéz sorsú embereknek kell elsősorban segíteni. A településeknek pedig tovább kell vizsgálniuk, hogyan tudnak még gazdaságosabban működni, tartalékot képezni, fejlesztéseket befejezni, vagy épp elkezdeni. A kormány iránymutatásait ebben figyelembe vettük, és vesszük. Felmérjük településünk ingatlanait,
és amire nincs szükség, vagy mások jobban tudják hasznosítani, funkciót váltunk, összevonunk, vagy eladásra kínáljuk. Ezért is sok vád ért minket. Elherdálják a város vagyonát, mondják. Tisztelt jelenlévők! Ha egy család nehéz helyzetben van, és a spórolás terén többet tenni már nem tud, mert az a mindennapok rovására menne, akkor megnézi, hol lehet szorítani még, vagy honnan lehet bevételt szerezni. Eladja a második autót, elég lesz egy is, majd beosztják ki, mikor kell útra. Eladja a nagymama régi házát, ami roskadozik, eddig se használták, csak romlott az állapota. Eladja a szőlőt, a pincét. Hasonlóan teszünk mi is. Bizonyos épületekre már nem tudunk költeni, mert nem használjuk ki őket. Mert erős felújításra szorulnak, mert meg tudjuk oldani intézményeink, munkatársaink elhelyezését máshogy is. Örömmel vennénk városvezetőként használható javaslatokat arról, hogy ha így ne, akkor hogyan másképp. Sajnos a kritikusok részéről javaslat nem érkezik, csak várakozás, ami eredményeket nem hoz, csak arra való, hogy vihart kavarjon, félrevezessen, ellentéteket szítson. Pedig még mindig arra van szüksége ennek a városnak, hogy egy irányba húzzunk. Öröm, hogy ma olyan személyeket, szervezeteket tüntethetünk ki, akik ezért ezt értették, megértették. Akik képesek voltak arra, hogy ezért a városért tegyenek, előremutató fejlesztéseket hajtsanak végre, önként ellenszolgáltatás nélkül vállalják fel civil szervezetek munkájának segítését, megőrizzék ebben a viharos időszakban is kulturális és természeti értékeinket. Munkájuk példa mindannyiunk számára. Tisztelettel és hálával köszönöm meg nekik Hévíz nevében. De köszönöm minden hévízi munkáját, akik ténylegesen tettek ezért a városért. Civil szervezeteink kitartását, lelkesedését, munkatársaink, intézményeink szívosságát. Folytatnunk kell így, együtt, idén is, és a következő ciklusokban is. Deák Ferenc szavaival köszönök el önöktől. Aki az elkezdett munkában már kifáradt, és ezentúl henyén akar vesztegelni, nézzen előre, s ha látni fogja, mennyi még a teendő, hanyagsága múlni fog, vagy nem lépett tiszta szándékkal azon pályára, melyről oly hamar lelépni készül. Köszönöm, hogy meghallgattak. A következő percekben ifjabb Sallai Jenő hegedűművész előadását hallhatják, aki Hévízváros szülötte és friss diplomás hegedűművész. Az elmúlt évben Japánban csillogtatta meg tehetségét. Most Paganini egyik művét adja elő. Thank you.
Most pedig felkérem Nagy Bálint államtitkár urat, mondja el ünnepi köszöntőjét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves hévíziek, mindenek előtt nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a szép napon. 31 éve kapott városi rangot Hévíz, az a település, amely nem csak a térségünkben, hanem országosan is kiemelkedő turisztikai jelentőséggel bír. A gyógyturizmus, mint fő gazdasági profil, egyedülállóvá teszi az egész országban. Hévíz jóval több híres gyógyhelynél, hiszen komoly történelmi emlékeket őriz, Festetics városként pedig szervesen kapcsolódik a térséghez, történelmi és kulturális szempontból. Vendégforgalmának és egyedi adottságainak köszönhetően nagyban hozzájárul az országimáshoz is. Egy szóval, Hévíz egy olyan város, amelyre oda kell figyelni. Éppen ezért mindannyiunknak különleges és nagyon magas elvárásai vannak ezzel szemben. Legyen mindig ápolt, tiszta, rendezett. Legyenek folyamatosan minőségi programok, amelyek kiszolgálják a közel 50 országból érkező vendégeket, de mutassa meg a magyar kultúrát és hagyományokat is. Legyen csendes, tudjanak az itt élők és a gyógyulni érkezők pihenni. Legyen szép, virágos, legyen élet az utcákon, ahol a közlekedés megszervezésére is kellő hangsúlyt kell fordítani. Mindennek az alapja, hogy az itt élők, az itt dolgozók véleményét meghallgassák, bármilyen nehéz időket éljünk is. Európa jelenleg válságban van, amely kezdve a világjárvánnyal, az azt követő gazdasági válsággal, majd folytatódva a szomszédunkban dúló háborúval és a hibás szankciópolitika okozta súlyos gazdasági következményekkel Hévízt gazdaságilag kiszolgáltatottá, lehetőségeit korlátozottá tette. Ezek tények. Méghozzá olyanok, amelyek súlyos hatással vannak az itt élő emberek mindennapi életére. Tisztelt hölgyeim és uraim! Magyarország kormánya időben felismerte azt, hogy nemzetgazdasági érdek, hogy a lakosság terheit csökkentse, ezért is védtük meg minden körülmények között a rezsicsökkentést, terjesztettük ki a családtámogatási rendszert, a mai naptól pedig bevezetjük az olcsó és egyszerű ország és vármegye bérletet. Mivel a hévízi önkormányzat sem tudott megbirkózni egyedül az elmúlt években a támogatott beruházások költségeinek az emelkedésével, ezért Magyarország kormánya idén február végén közel 190 millió forint többlettámogatásban részesítette a várost a gyógyhelyközpont fejlesztés projekt mielőbbi befejezése céljából. A minap a kezembe került egy cikk, amely a húsvéti hétvége vendégészakáit elemezte Magyarországon. Arról számolt be, hogy a külföldi vendégészakák tekintetében vidéken továbbra is minden nehézség és probléma ellenére Hévíz az első. Ez azt mutatja, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a hévízi csoda bizony nem kopik, még akkor sem, ha a hétköznapokat mi magunk nehezen éljük meg. Hölgyeim és uraim, biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező években Hévíz újra megerősödik, térségünk turisztikai és gazdasági bástyája lesz, amelyhez új lendületre, józan döntésekre, de legfőképpen békére van szükség. Ebben a munkában mindannyian számíthatnak rám, Isten éltesse Önöket, Isten éltesse Hévízt, köszönöm a megtisztelő figyelmet, és gratulálok a kitüntetetteknek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most pedig hallgassák meg a Magos kősziklának című műdalt Berényi Andrea operaénekes előadásában, aki hévízi születésű 2005-ben nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. 2011-ben énekművész magánének tanári diplomát szerzett. Azóta számos nagy sikerű bemutatkozáson van túl. Zongorán kíséri Babos Judit. Én szívemet gyengem.
Kedves vendégeink! Engedjék meg, hogy hagyományainkhoz híven elsőként egyházi méltóságainktól kérünk áldást városunkra, az itt lakókra és vendégeinkre. Felkérem Kis László római katolikus esperes urat, Honthegyi Zsolt evangélikus lelkészt, Péntekné Vízkeleti Márta református lelkészasszonyt, hogy mondjanak áldást városunkra. Erős vár a mi Istenünk! A Prédikátor könyve így ír, nincs jobb, mintha örül az ember a munkájának. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, akitől származik minden jó adomány és tökéletes ajándék, hálát adunk kegyelmedért, hogy építő munkán közben támogattál és terveink végrehajtásához testi, lelki erőt adtál. Fogadd kegyelmedbe fáradozásunk eredményét, hogy ez a város és népe is a te országod ügyét szolgálja Jézus Krisztus által. Amen. Isten népe, város népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, hogy lássa fáradozásodat és annak eredményét. Könyörüljön rajtad, hogy a fáradozásod eredménye felvirágozzék. Az Úr fordítsa az ő orcát te feléd, hogy áldva légy, és ez adjon neked erőt és békességet. Amen. Kedves ünneplő testvérek, a tegnapi napon református anyaszentegyházunkban egy gyönyörű igerész volt az evangélium. János evangélium a 21. fejezetéből az a gyönyörű párbeszéd, amely az Úr Jézus Krisztus a feltámadott és Péter között zajlott le. Amikor is az Úr Jézus háromszor megkérdezi Pétertől, szeretsz engem? És Péter mind a háromszor azt válaszolja, igen, Uram, én szeretlek téged. És az Úr Jézus ezt mondja, akkor legeltesd, és őrizd a bárányaimat. Kedves vendégek, kedves drága hévíziek, nekünk mindannyiunknak, keresztény embereknek, ez a szolgálatunk, ez az élet célunk, ez a hivatásunk a világba. Szeretni az Istent, és neki szolgálni. Aki szereti Istent, azt tud neki szolgálni, és azt tudja a másik ember életét is szolgálni. És annak az embernek az életén van áldás. Drága hévíziek, kedves ünneplők, mindannyiunknak a maga helyén, életfeladatába, munkájába. Ez legyen az elsődleges cél. Szeretni hinni az Úrban, és szolgálni az embertársainkat. Szolgálni szeretettel a családunkba egymást, szolgálni szeretettel a munkahelyünkön, a munkatársainkat, szolgálni szeretettel az itt élőket, felnőtteket, gyermekeket, és szolgálni a vendégeket, hogy örömmel, meggyógyulva, szeretettel gondoljanak vissza erre a városra, hogyha hazamennek otthonaikba. Legyünk mindannyian a szolgálatnak az emberei, és meg fogjátok látni, hogy felvirágzik újra Hévíz, és ez a nagy múltú város egyre örömtelibb, egyre boldogabb, egyre áldottabb lesz, mert aki szolgálni tud, annak ad Isten gazdag áldást, megáldja munkáját, megáldja életét. Fogadjátok tőlem végezetül az Istennek áldását, így szól az ige. Szolgáljátok egymást szeretettel, és az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, megőrzi szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Könyörögjünk! Istenünk, a Te igéd szentel meg mindent, árasz ki bőséges áldásodat erre a városra, lakóira, gyógyuláskeresőkre, pihenni vágyokra és az itt dolgozókra. Add szent nevelet segítségül hívására nyerjenek tőle testi-lelki erőt és üdvösséget Krisztus a mi Urunk által. Istenünk, Te szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, feltámadásával megörvendeztetted a világot, áld meg és szentel meg ezt a várost, és töltsd el szívünket szent lelked örömével Krisztus a mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönjük a Történelmi Egyházak közreműködését. Műsorunk folytatásában fogadják szeretettel ifjabb Sallai Jenő hegedűművész előadásában Johann Sebastian Bach G-moll Adagio című művét.
Most pedig felkérem Papp Gábor polgármester urat, hogy adja át Hévízváros kitüntető címét és díjait. Hévízváros önkormányzat képviselőtestületének döntése értelmében Hévízváros kultúrájáért díjba részesül Balázs Árpádné, a Hévízi I. és Gyula Általános Iskola és Művészeti Iskola zenepedagógusa. Balázs Árpádné, az I.S. iskola elkötelezett, tehetséges zenepedagógusa. Színvonalas szakmai munkája, felkészültsége hírnevet szerzett az iskolának. A Fafúvós zene művészei és pedagógusai körében neve ismert, a tehetséggondozás terén elért eredményei országos szinten is elismertek. Neki köszönhetően valósult meg a Reneszánsz lakoma rendezvény, amely igazi gasztrokulturális élményt jelentett a résztvevőknek. A havonként megrendezett művészeti iskolai hangversenyek tematikus rendjének kialakításában jelentős szerepe volt. Aktív szerepet vállal az iskola minden tanórán kívüli programján. Tanítványai számára több mint 10 éve szervezi meg a balatongyöröki tehetséggondozó művészeti tábort, és segíti a kórustábor szervezését is. Pályázatíró tevékenységének köszönhetően jött létre a Zala megyei Furulyás találkozó, amelyet 2 évente rendez meg Hévízvárosa és az I.S. iskola. 2020-ban megálmodta és megszervezte a város kulturális életének kimagasló rendezvényét, a Nemzetközi Furulyás találkozót, amelyet az akkori járványveszély meghiúsított. Tervéről nem mondott le, folyamatosan keresi a pályázatokat, a lehetőségeket, amelyek segítik a rangos rendezvény megvalósítását. Hévízváros egyik büszkeségének, a 45 éves Muzika Antikva régi zenei együttesnek központi alakja. Az utánpótlás nevelés terén végzett tevékenysége a zenekar fennmaradásának és eredményességének alappillére. Szívből gratulálunk! Hévízváros fejlesztéséért díjat vehet át a Balaton Felvidéki Nemzeti Park. A díjat a Nemzeti Park képviseletében Veszelszky Márta gazdasági igazgató helyettes veszi át. Hévíz nemzetközi tava környezete kiemelt figyelmet követel magának. A város környezetének megóvása, fejlesztése elengedhetetlen mindenki számára. Ehhez azonban komoly szakmai szerepvállalás is szükséges. Hévízvárosa a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal példás és szoros szakmai kapcsolatot ápol. A szervezet szakmai munkájának köszönhetően tudott megújulni a tavat ölelő véderdő. A Nemzeti Parkkal együttműködésben valósulhattak meg a véderdei fejlesztések, de olyan sportprogram is, mint a Hévízi Bivaj Duatlon sportverseny, mely úgy hívja fel a figyelmet a város természeti értékeire, hogy egyúttal azok megóvására is tanít. A Nemzeti Park szigorúan környezeti szempontokat figyelembe vevő, magas színvonalú szakmai munkája sokat tett hozzá a város fejlődéséhez, környezeti értékeinek óvásához és gyarapításához. Gratulálunk! Hévízváros turizmusáért díjban részesül a Gelencsér Dentál Kft. A díjat a cég nevében Gyalókai Gergely online marketing vezető veszi át. A cég már több mint negyed évszázada működik Hévízen, és az elmúlt 25 évben jelentős fejlődésen ment keresztül. Családi vállalkozásból innovatív és környezetbarát fogászati komplexummá nőtte ki magát. A Gelencsér Dentál Kft. Online megjelenése és imázsa is fontos szerepet játszik Hévízváros turizmusában. A fogászati kezelés miatt nagy számban Hévízre érkező vendégek a város vendégészaka számának növelésében óriási szerepet játszanak. A kezelésre érkezők által eltöltött vendégészakák száma a szállodákéval betegszik.
A vendégek emellett előszeretettel osztják meg másokkal élményeiket a közösségi médiában, ezáltal segítve Hévíz népszerűsítését a turisták körében. Az évek során számos elégedett ügyfélnek köszönhetően a Gelencsér Dentál Kft. Jelentősen hozzájárult a Hévíz városában eltöltött vendégészakák számának növeléséhez, ezzel tovább öregbítve a város jó hírnevét. Gratulálunk! Hévízváros közszolgálatáért díjat vehet át Csongrádiné Olasz Sára. A hévízi polgármesteri hivatal munkatársa 1990 óta. Munkájában pontos, lelkiismeretes és igényes. Hozzáértése, gyakorlati tudása kiemelkedő. Oroszlán részt vállalt a Csokonai Irodalmi Társaság adminisztratív ügyeinek intézésében, a társaság életének koordinálásában. A Hévíz irodalmi és kulturális folyóirat megalapítása után pedig a folyóiratban publikálók számára is adminisztratív segítséget nyújtott, valamint a folyóirat előfizetésével kapcsolatos feladatokat is koordinálta. Munkájára etéren is mindig számítani tudtak, és tudnak ma is, s a város határain túlnőtt irodalmi társaságok, kiadványok munkájának erős hátterének biztosításával a kulturális terület erősítését is szolgálja. Önkéntes munkával több civil szervezetünk könyvelési feladatát is felvállalja hosszú évek óta. Szívből gratulálunk! A Hévízváros díszpolgára kitüntető címet 2023-ban a képviselőtestület dr. Hegedűs Mihály házi orvos részére adományozza. Dr. Hegedűs Mihály 1942. december 14-én született Felsőszent Ivánon. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1966-ban. Első munkahelye a Bajai Városi Kórház szülészetnőgyógyászati osztályán volt. 1978-ban költözött Hévízre, ahol 79 és 89 között körzeti orvosa, a zalaegerszegi család és nővédelmi tanácsadó vezető főorvosa, 1990 óta Hévíz és Nemesbük házi orvosa, foglalkozás egészségügyi szakorvos. Munkája során külföldi és hazai kongresszusokon vett részt és tartott előadásokat, magyar és külföldi szakfolyóiratokban tudományos közleményeket jelentetett meg. Folyamatosan képezi magát naprakész szakorvos. Politikusként a rendszerváltás kezdetén 1989-ben létrehozta a Független Kisgazdapárt Hévízi szervezetét, melynek elnöke a párt országos vezetősége egészségügyi kabinetjének tagja volt. Több felszólalása volt a parlamentben Hévíz és szűkebb környezetének érdekét képviselve. Hévízen 1994 és 2002 között önkormányzati képviselőként dolgozott, s tagja volt a Zala megyei önkormányzati közgyűlésnek, valamint az 56-os Magyarok Világszövetségének. Tisztséget töltött be a Magyar Orvosi Kamarában, s elnöke volt a Vöröskereszt Hévíz városi szervezetének. 1998-ban a Kisgazdapárt országos listáján került be országgyűlési képviselőként a parlamentbe, ahol az Egészségügyi Bizottságban vállalt szerepet 2002-ig.
Hévízváros sportéletében is jelentősen kivette részét. 1980-ban részt vett a Hévíz SK asztali tenisz szakosztályának újjáalakításában, s játékosként is részese volt, hogy a hévízi asztali teniszezők a megyei első osztályból az MB3-ba kerülhettek, majd szakosztályvezetőként az MB2-be, majd az MB1-be. S végül 2000-ben az MB1 per csoportjába vezette a csapatát. Nemzetközi megmérettetéseken, korosztályos szenior versenyeken is indult, szép sikereket elérve. Jelenleg is szívügye, hogy a hévízi asztali tenisz utánpótlás szervezésében részt vállalhasson. 4 gyermek édesapja és 6 unoka boldog nagypapája. Gratulálunk! Szívből gratulálunk a díjazottaknak, most pedig kérem hallgassák meg dr. Hegedűs Mihály Hévízváros 2023-as díszpolgárának ünnepi gondolatait. Talán így jó lesz. Hát ez nehezebb lesz. Talán kezdjük azzal, hogy köszönetet kell mondanom ezért a kitüntetésekért magam és a többiek nevébe. Köszönetet kell mondani a Hévízváros vezetésének, Pap Gábor polgármester úrnak, nem a kitüntetésért, hanem az utóbbi évek nehézségeinek a leküzdéséért. Azt hiszem, hogy magam és a kedves két ifjú kitüntetett hölgyel együtt, akikkel együtt küzdünk az egészségünk megóvásáért is, és a két jelentős cég, illetve szervezet nevében is meg kell köszönnöm. Hát talán kezdjük az egyik legfontosabbal, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park. Az évtizedek óta őrzője és védője Hévízváros legnagyobb kincsének, a Hévízitónak. A gelencsérék pedig, hát azt hiszem példát mutattak, megelőzték évtizedekkel a korukat azzal, amit kiépítettek, és amit most csinálnak az egészségért és a turizmus fejlesztéséért. Most visszatérve hármunkra, a két ifjú hölgyre, meg jó magamra, ismerem őket is, magam is, soha nem azért végeztük a plusz munkánkat, hogy egyszer majd idáljunk és kapjunk egy kitüntetést. Hát ez a kitüntetés az én esetemben ez a hosszú-hosszú pályát is jelenti, amit betöltöttem, de azért még mindig jobb, mint egy posztumusz kitüntetés, hogy tréfáljunk egyet. És ezt a munkát, amit pluszba tudtunk végezni a betegeinkért, a gyerekeinkért, Hévízváros polgáraiért, soha nem azért csináltuk, hogy valamilyen hiúságunkat legyezgető kitüntetést kapjunk, hanem ezt csináltuk, mert bírtuk erővel, egészséggel, és ezért a jó Istennek tartozunk köszönettel, hogy erre képesek voltunk. És hát jó magam is, sajnos itt a korom, hát ha elmondani is rossz, hogy 7 éve kaptam aranydiplomát, 3 év múlva, ha megérem, gyémántdiplomát fogok kapni. De a legfontosabb, hogy talán fizikai, szellemi erőm lehetőséget ad arra, hogy továbbra is a sporttal és a betegeimmel tudjak foglalkozni. Hát én úgy gondolom, nagyon fontos dolgunk még, hogy imádkozzunk a jó Istenhez, hogy ezt a lehetőséget tovább tudjuk folytatni. Köszönöm szépen!
Hölgyeim és uraim, köszöntse a kitüntetetteket Caccini Amarilli mia bella című műve. Énekel Berényi Andrea, zongorán kísér Babos Judit. Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, műsorunk végéhez érkeztünk. Műsorunk zárásaként kérem hallgassák meg a szózatot Berényi Andrea előadásában. Zongorán kíséri Babos Judit. Tisztelettel kérem, hogy a szózat után a kitüntetettek legyenek kedvesek egy közös fotó erejéig ide a színpadra fáradni. Majd kérem a meghívott vendégeinket, hogy fáradjanak be a Városháza dísztermébe.